jó estét mindenkinek! Itt vagyunk a Hashtag Bocskorral. Megint csak hatalmas a siker, ezt köszönöm előre, szerintem jók leszünk. Annál is inkább, mert egy remek társaság jött össze. Itt van velünk Bombera Kriszta, Hargitai Bea, Gangsta Zoli, és végre újra nálunk Kabát Peti. Jaj! Peti, te jó sokat kimaradtál, Miben vagy most aktív? Mi? Az a jó? Hál' Istennek? Hála Istennek! Nem ezt mondta, csak így csinál. Kimaradoztam egy kicsit, igen, de már nagyon vártam, hogy jöjjek, mert nem találkoztam Zolival, veled, bocsi. De mi volt? Meló volt el, vagy nyaralással, vagy mi volt az? Hát volt egy felvétel, egy műsor. Ilyen hosszat tartott? 4 hétig tartott. De mit vettetek föl? Volt. De voltál Nászúton is közben, nem? Nászúton? Nem, az csak egy fotózás volt. Jól vagy? Nászutat fotóztál? Micsoda? És közben forgattatok? 4 hétig forgattunk a Nászutat. Már 4 hétig, egyre nagyobb. 2 hétig forgattunk, 4 hétig forgattunk. Egy évig forgattunk. De a számokkal egyébként jó barátságban vagy, csak kérdeztek. De nem, most komolyan, matekból jó vagyok. Matekból jó vagy, hát látjuk annak idején dzsungelben. És most úgy rám ragadt ez, hogy én matekból nem vagyok jó, hogy más köszönöm kellemetlen. Hogy már jó vagy. Hogy már jó vagyok. Ez az egyik, nem, az idegen szavakkal van baj. Lesz ma? Lesz majd sortolás. Micsoda? Sortolás. Olyan, mint a sorsolás a tével. De tudod mi az? Honnan tudjam? A sorsolás? Nem, a sortolás. Nem. Jó, ez a kis beszélgetés. Majd ki fog derülni. Hánykor? És ki volt az? 7:30? Igen. Én is azt hittem, hogy kérdés, a Peti, csak Peti elindul valami nagy sztorival. De hogy érted? Jó. Petinek a nagy sztoria besült. Le is izzadtam. Kriszta olyan drága volt. Nem most. Kriszta olyan drága volt, mert ugye ő egy műsorban szerepelt eddig, és ő úgy érzi és véli, hogy eddig a legkeményebb tematikájába csöppentél bele, te mint a szerjőz műfaj képviselője, tehát ez neked egy sok lehet. Én úgy éreztem amúgy, hogy meghalok. Egyből erre és olyan remekül éreztem magam, hogy rögtön jöttem még egyszer. Helyes, jól tetted. Abszolút jól tetted. Na. Meg tudod miért még? Mert a gangsta soha nem emlékszik az együttléteinkre. Soha. Akkor se, ha ketten vagyunk, akkor se, ha hárman, akkor se, ha sokan. Nem arra, ugye mindig részek vagyok. Mert ilyen van, tehát azt hiszem, Alice Cooper mondta, hogy a 70-es évek totál kiesnek neki. Ozzy Osbourne. Ő is, de ezt sokan mondták egyébként, igen. És neked melyik évtized az, ami hiányzik? Nekem eddig, ami eltelt. De mostantól kezdve figyelek. Na légy szíves, most aztán tényleg, de jegyezd meg, hogy Bombera Krisztát ismered igen. Jól. Itt ülök a bocska, hashtag bocska. Hargitai, Bombera, meg a Kabát. A Kabát lesz az első témánk. Mindenkit átvertek Kabáték. Ezt az újságcímet olvasom, mert nem hiszem el. A Peti az egyik legdrágább, édesebb pasi, akit ismerek, komolyan ezért mondom. Ezért tűntél el. Miért röksz? És elmondom a sztorit, gratulációk 10 000-eit bezsebelte a Kabát család, tehát Adri és Peti. Kabát család. Nem sokan vagytok. Sokan. Az instájuk tanúsága szerint ugyanis egy igazán romantikus helyen kimondták a boldogító igent. És először, mielőtt beszélnénk erről, nézzük meg a gyönyörű képeket, és ha a közönség úgy érzi, hogy ők is gratulálnának, ti is gratulálnátok, akkor... Melyik a Peti? Nyugod... Ott vagyok, hátul. Mi ezt köszöntünk az esküvőnkön Adri és Péter. Peti, de az Adri Peti, már elmegy. Peti. Adri és Peti. Adri és Peti, és csak a Peti van ott. Igen. És tényleg. Nagyon ez elegáns, koszorús lányok minden. Nézzek az őszinte mosolyt Adri arcán. Nézzek. Hogy nem jövök, hogy ez a Istel a barommal kell legyen. Látjátok a gyűrűket ott, nagyon-nagyon szép. Nem volt nagy. Aztán itt van a menükártya, főétel. Mi volt ez? Nem. Várjál, azt látom, hogy van zöldséges jászmin rizs. Kovászos uborka, sopszka saláta. Jászmin is tettetek kovászos uborkával? Nagyon szép. Mi az, hogy anya? Én nem tudom, csak ott volt. Nem tudom. Csak ott volt. Fogalmam nincs. És aztán Peti megint bemutatja egy nagyon szép, tényleg rusztikus környezetben, természetben. Mindenkit megevett a Peti, és ott ül egyedül. És akkor itt látjátok, hogy... Egyedül maradt a mutatja is. Nagyon szeretettel. Minden lila volt. Kívánunk sok boldogságot és szívből gratulálunk, nagy meglepetés volt. Szóval, Peti, tényleg szívből gratulálnánk, de hát... Hogyha ez igaz lenne. Ha ez igaz lenne. De és ez... amúgy meg mit képzelsz magadról? De miért? Tehát az,
hogy te 8 év után még nem vetted el ezt ez a szerencsétlen nőt. Nem volt főpróba, ez nem volt próba, és 8 év után te ne főpróbáljál már. Neki az igaza. Szűke, húzd meg balból. De egyébként tényleg, ez egy nagyon durva átverés volt. Nem, bocsi, nem, tehát nem így indult, hogy mi átverésnek, hogy elmentünk, volt egy fotózás, felkértek, van egy ilyen esküvői magazin, hogy menjünk el, Kislődre mentünk, egyébként egy nagyon gyönyörű, egy ilyen élménypark. Jó veled beszélni. Senkit nem értek el, na, minden. Azt mondjad, hogy nem vetted még el. Mert ez most ez egy fotózás volt. Fotó. Azért nem vette el, mert ez egy fotózás volt. Na, azért nem vette el 8 évig, mert ez egy fotózás igen. volt. Tudtam, hogy lesz egy fotó. De hát a posztok azok direkt félrevezetőek voltak. Ez nem igaz, hogy nem elég indok. De bocsi, kiraktuk, hogy csináltunk képeket, hogy milyen jó. De szerinted mit fognak hinni az emberek? Hogy házi buliba voltatok? Figyelj, nem, de amikor elkezdtek így írogatni, hogy gratulálunk minden, akkor rájöttem, eszedbe, hogy valami... Mit csináltunk? Jézusom, mit csináltunk? Nem, hogy azt hiszik az emberek, hogy tényleg, hogy esküvő miért, volt. Miért hitték? De én nem is értem. Peti, én nem értem az embereket. De miért hitték el? Hát én se tudom, Peti, hát ezen morfondírozok most. Morfondírozás. Igen. Gondolkodás. Igen. Hogy ezen gondolkodom én most, hogy miért hitték el ezt az emberek, hogy vajon, tehát mi vesz rá valakit arra, hogy azt gondolja, hogy ti összeházasodtatok, mikor ilyen képeket tesztettek. Most akkor Peti, szedd már össze magad! Várjál már, Zoli, hogyha volt egy fotózás, akkor ne tegyünk ki képet, hogy nagy megtévesszük az embereket. Szabad. Most komolyan. Nem szabad. Elveszem! Nyugival! Te csak ezen vagy. De az meg mániákus, az hagyja, tehát az. Hülye csehszlovák. Na most kellemetlenül érzem magam, gyerekek. Nagyon. Szóval te meg fog izzadni a Peti, és csuda lesz legbügyös. Megcsináltátok ezt a fotózást, tök ártatlanul kitettétek, és rácsodálkoztatok, hogy az emberek miért gratulálnak. Nem tudtuk, hogy ekkora hogy ennyi embert érdekli, hogy mi van veletek. Értem. Nem. Jó, de akkor most mi lesz a következő? Mondjuk az apa magazinnak a szülést eladjátok? És nem igen, a milyen a gyerek? Apás szülés, hogy ő szül. Lehet szerezni statiszta babát, bizony zselékkel bekened, Adri bevágja magát, és vannak ilyen... És kihúzom, vagy mi? Kihúzod, és akkor el tudsz vágni mindjárt ilyen lányok. Picit... egy ilyen szilikon csövet. Mi szilikon ködök zsinór? Igen, igen. Ez de most várjál, mert te halál komolyan gondolkozik. Hát nem, csak így próbálom, hogy ez hogy néz neki. Elképzelni, hogy hogy néz neki fotó. Azért a szponzoráció az izé. Ezért kaptatok pénzt? Az esküvőjért? Jaj, persze. Még pénzt se kaptatok érte? Nevetséget. Nem olyan arcot vágítak, én válaszolok. Na de akkor viszont jó az ötletem. Kriszta, segítsél már komolyan. Szépen ránk szálltak. Kriszta, nagyon melege van a Petinek, hozd már egy kisebb pólót neki. Szépen ránk szálltak. Hogy cseréljetek textil. Lesz. És mikor még 8 év? Nyáron, nyáron. Jövő nyáron. De miért nem most csináltátok? 2034 nyarán. Nem voltak ott, tehát hogyha... De hát 40 ezer forint egy anyakönyvvezető, hát miért nem írtatok egyet? Megúsztad volna az egészet. Én úgy szeretném, hogyha lesz esküvőnk, hogy mindenki ott van. Tehát én sok embert szeretnék. Ezek ott lettek volna, elhívod őket. Mármint ki? Az embereid. De nem... Mind a négyen? Mind a négyen. Nem tudtam, hogy egyébként, hogy ilyen csoda... Ugyanúgy meg volt csinálva, eddig mint... miért nem volt? Ez egy nem volt. Orvosi segítség kéne. Tényleg. Zoli. De már megmondta, hogy miért nem volt eddig ez. Mert ez csak egy fotózás volt. De várjál, most az jutott eszembe, hogy azt is olvastam rólad, Peti, hogy buktál hogy két millát egy csődbe ment légitársaság miatt. Ez jobb téma. Ez jobb téma. Hát két millát. Nem keveset. Tudod, mit értettem? Két dinárt. De volt egy légitársaságod? Igen, kimentünk New Yorkba. Ja, neked? Neked volt egy légitársaságod? Malév. Az a tiéd volt? Nem. Azért mentünk le. Kimentünk New Yorkba nyáron, ott nyaraltunk 10 napot a tesómékkal, és akkor, amikor akartunk hazajönni, akkor kaptunk egy e-mailt, hogy... Abba már egy esküvőt lehetett volna szervezni. És abban nem tudtunk hazajönni, mert törölték a járatot, akkor el kellett jönni egy másik járattal, másnap elkezdtünk ezzel szervezkedni minden, és amikor hazajöttünk, elkezdtünk levelezni a légitársaságot, most nem akarom mondani, hogy melyik, de azóta csődbe ment, és hát kb. A 10, kb. A Pegazus, vagy nem Pegazus. A Primera, Primera! Pegazus!
Van olyan, ilyen szárnyos lovakkal idézenked, hát persze. Már van repülőgép, te az utazási iroda, ez meg légitársaság, ugye? Igen, a Primérával mentünk, mindegy, már csődbe ment. Az első? És nem is válaszoltak a levélre. Bocsánat, tudod miért, mert csődbe mentek, nem volt senki az irodában. Miért válaszolnának a levélre? Küldesz egy üres irodában egy levelet. Hát, ki válaszoljon? Rossz légitársasággal utazol, mert én a bocsiéknak elmeséltem a múltkor, hogy én abból élek azóta, hogy egy olyannal utazom, hogy mondom melyik, amelyik, hogyha elmarad a járat, akkor visszakapod a pénzedet. Hát de itt is erről volt szó, és nem kaptuk vissza. De én megkaptam. De mi nem? Majd mondom neked, megbeszéljük adás után. Mi az, Qatar Airlines? Ne a légitársaságot versenyeztessük, de azért én arra céloztam, hogy itt nyilván, hogyha itt az, tehát azért kell a zsémos, nem? Tehát, hogy... Mire? De nem tudom. Az esküvőre. Az esküvőre. De csak... De jó, az, akkor, akkor térjünk vissza erre a témára. Nem, hol az esküvőre? Nem, hol voltatok? Nem, nem ezzel foglalkoztunk. Menjünk inkább a légitársaság felé. Te hol volt ez a fotózás? Nyírlugos? Vagy? Kislőd. Kislőd. Majdnem eltaláltad, és jó a memória. Nyírlugos, Kislőd, ugye hasonló hangzású. Kislőd, Nyírlugos. Abszolút. El lehet hallani simán. Szóval, hogy amikor... 500 kilométer a kettő. Amikor vége volt a fotózásnak... A térképészt. És levettétek a ruhákat, és Adrinak is le kellett venni, és beültetek az Audiba főúszta. Akkor ez neki nem esett rosszul, hogy ez... Az Audiba mesztelenül ültetek be? És arról én is kérdezem. Hát, bocsi, mondjad nekem, hagyjad. Jó, de hagyom őt. Tehát az, hogy egy nőnek, érted, a Bea is mondja, egy nőnek tényleg ez az álma, hogy valamikor álmai beszélnek, hogy vigyetek az autóba. De amikor neki le kellett venni ezt a ruhát, te is levetted a nagy nehezen kölcsön, hogy és akkor ez nem volt egy rossz hangulatú történet. Barányz, miért nem hívsz fel ilyenkor? Most mi csináljuk, itt ülünk mesztelenül, most mi legyen? De nem volt szerintem rossz, tényleg nem. Volt rossz. Nem. Neked lehet, hogy nem volt rossz, de megkérdezted az Andri? Igen. De akarod? Hogy kérdezted, de megkérdeztem, esküszöm, megkérdeztem, és arról meg. Volt szó, már lefixáltunk minden nyáron, jövő nyár. Így jó lesz be a... Megvan, kis nyírlugos. Az még mindig nem magyarázza meg, hogy eddig miért nem vetted el. Mert kis 8 évig. Nem volt időnk. Nem volt idő. Nem, nagyon elfoglalt. Ne ideg. Igen, nem 3 perc, ennyi. Milyen 3 perc? Én nem igen, akarok, igen. Én nagyot akarok. És hogy ő mit hát mindenki akar, nagyot akar, de ő is jut. Nagyot. Nagyot és sokat. Volt-e a reakció, Peti, a reakció között, amikor ezt posztoltátok, volt-e olyan, aki megsértődött, hogy nem hívtátok volt. Meg? Igen? Igen. És kit hívtatok meg senkit? Mi? De senkit nem hívtunk persze, meg, hát nem mert fotózás. Hát de Zoli, nem hívtunk senkit, amikor fotózásra mentünk. Erről nem tudtuk, hogy ott lesznek mondjuk ilyen ja, koszorús lányok, anyakönyvvezető, ott lesznek gyűrűk. Volt akkor anyakönyvvezető? Mindenki. De igazi? Vagy igazi. Fia, akkora volt a gyűrű, hogy rájött a csuklomra. Korkötőt kaptam, nem gyűrűt. Olyan nem volt, aki mit tudom, azt mondta, hogy Peti, sajnos nem tudtam részt venni az esküvődön, de itt van ez a turmizgép NASA ajándékig. Azért azt elfogadtad, nem? Azt elfogadtuk. Nem volt ilyen, mert utána azért egy nappal rá azért kitettünk egy olyan posztot, hogy ez nem volt igazi esküvő, hanem fotózás. És aztán pólóban hazamentetek, és vége volt a románcnak. Na jó, ennyit Kabát Peti esküvőjéről. Csodálatos nap. Sok boldogságot nektek. Szépen rám szálltál. És további kellemes különélést kívánunk. Második kérdést. Egy éves, köszönöm szépen. Egy éves a Weinstein botrány, és azóta ugye hullottak fejek, nagyon sokszor Einstein beszéltünk erre. Igen, meghaltam amit. Az Einstein botrány. Az Einstein, már rég megfogalmazza meg az Einstein botrány. Weinstein. Ja, bocsánat. Igen, Magyarországon is hullottak aztán fejek, és most itt van a legújabb botrány. Itt van most Cristiano Ronaldón a sor. De végre. Tudtam. Ezt nem úgy szereted? Hát dehogy, nem imádom. Hát elveszem feleségül. Legalább egy fotó. Én igaziból. Nem, azért hadd mondjam el, nem biztos, hogy mindenki tudja, most egy nő előállt azzal, hogy 2009-ben Las Vegasban Cristiano Ronaldo megerőszakolta őt, fél évvel később titoktartási megállapodást kötöttek, és ezzel le is zárult az eset. Ez egyébként nem ritka az amerikai jogban. A nőnek Cristiano Ronaldo akkor 375 ezer dollárt fizetett ki. Fordítva. Nem. A nőnek a Ronaldo. Igazad van. Igen. Tehát a Cristiano Ronaldo fizetett a nőnek. Így igen, van. Nem. Na most fizetett volna. Azóta előkerült egy másik nő, aki szintén azt állítja, hogy Ronaldo őt zaklatta. Most előkerül majd egy csomó. És Ronaldo meg nyilvánvalóan a Twitter csatornáján azt mondta, hogy gyalázatos bűnnek tartja a nemi erőszakot, és határozottan cáfolta, hogy bármilyen lett volna. Na most, ez azért érdekes ez a kérdés, mert ennek rengeteg vonzata van. Most fogunk sortolni Juventus részvényeket.
Pontosan. Erre gondoltál, ugye? Na, erre gondoltál te is? Mert itt jön a sortolás, bocsáss meg. Akkor már tudod, nem, nem tudtam, miért sortolunk, de most beugrott. Igen, pontosan, gondoljatok bele, a Nike, mint az egyik fő szponzora, már bejelentette, hogy nagy figyelemmel kíséri az eseményeket, magyarán belengedte azt, hogy lehet, hogy visszavonul Cristiano Ronaldo szponzorálásából. Épp úgy, mint az EA Sports, tudjátok, az Xboxon, a FIFA, Cristiano Ronaldo van. A Juventusnak a részvényei 20%-kal estek a hír hallatán. Kemény. Na most, ti el tudjátok képzelni azt, hogy valami ilyesmi köze lehet a dologhoz, vagy te, mint Ronaldo utáló azt mondod, hogy... Nem, én most pont most az egyszer megkevédjem. Na. Ezt most komolyan mondom. Biztos voltam benne, ez, hogy megvéded. De figyelj, ez nagyon gáz. Ez nagyon gáz. A Mike Tysonnal ugyanezt csinálta egy nő, ő még börtönbe is került. Igen. És biztos vagyok benne, hogy ez olyan kamu, ez annyira gáz, hogy le akarnak húzni egy ember, csak azért, mert ismert, csak azért, mert híres. És szerintem nem volt. Én azt gondolom, mondjuk ez egy vélemény, egy szubjektív vélemény, hogy szubjektív, hogy tehát ez csak az én véleményem, ez azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy itt nem történt semmiféle nemi erőszak, pedig én tudod, hogy nem szeretem a Ronaldot, de most abszolút az ő pártján állok ebben a szituációban. Tehát ezt nem hinném róla, szituáció. Hogy ilyet csinálnak. Igen, ez nehéz. Tehát múltkor, amikor hasonló témáról beszélgetünk, pont a magyar vízilabdásokkal kapcsolatban is Geszti Péter ült itt, és ő mondta azt, hogy ő nem hajlandó véleményt formálni, és... Miért nem maradunk ennél, amit most mondtál, amit a Geszti mondott, hogy nem formálunk véleményt, ugyanis fogalmunk sincs. Így van. És még egy fontosabbat akarok mondani ezzel kapcsolatban, nem tudom, hogy ezzel egyetértetek-e, hogy én szerintem pont most a vízilabdások, illetve Ronaldo balhéja kapcsán azt gondolom, hogy kéne olyan törvény, hogy a sajtó, amíg nincs jogerős ítélet, nem is írhat róla. Tudod, mi a szomorú, hogy elvileg van? Tehát, hogy nincsen jogerős ítélet, úgyhogy nem volna szabad a nevet megírnunk. Hát de hírbe hozták, ezt írják le. Az nagyon tehát... durva. Nem nagyon lehet, hogy a Reál csinálta az egészet. Bárki be lehet bocskolni, ez... Hogy a Reál csinálta ezt? Mert én olvastam ilyeneket egyébként. Miért a Reál miért csinálta? Hát nem tudom, hogy leég, hát mert hogy elment. Hát mondjuk mit vársz egy Reál Madridtól? Ezt most csak tényleg nem tudom, most nem baj van. A Reál Madriddal azzal is baj van. A Reál Madriddal van csak igazán baj. A Ronaldot már nem hallgszom annyira, mióta elment. Tiszta, Atlético Madrid. Nézd már meg ezt a címet, adj rá egy puszit. Atlético Madrid, az Madrid rendes oldala. A Reál Madrid az egy fúj, de undorító. Első dolog veled kapcsolatban, amit nem szeretek. Na, cseréljünk helyet? Ennyi. Én egy madridista mellett nem ülök. Te reálos vagy? Real Madrid forever. Vödröt! Vödröt, követelek egy vödröt! Nagy cifájdalom volt ez a Ronaldo, hogy először elmenni a Real Madridból, aztán most ez. Aztán most el tudjátok meg azt képzelni, a Pergére célzott arra, hogy a Real tehette ez bosszúból. Itt a sortolás biztos ugye benne, felmerült. El tudjátok azt képzelni, hogy akár gazdasági szereplők, akik mondjuk valamilyen módon érdekeltek a Juventusban, ők keresték meg újra ezt a nőt, vették rá, hogy vegyék, göngyölítsék fel újra ezt az ügyet, pontosan tudván azt, hogy a részvények lemennek, majd azokkal ugye vásárolni, eladni, és iszonyat nagy haszonra szerzni. Tudod, mi ebben a rossz sztori? Az a rossz sztori ebben, hogy rengeteg nő valóban, aki borzasztó kiszolgáltatott helyzetben nem jött ki ezzel a sztorival, és évekkel később kijött, és valóban megtörtént vele, az végre megkapja maga igazságát. De ebben az a rossz sztori, hogy ő már kötött egyszer egy megállapodást pénzért. Na, ez nagyon érdekes. És ez azért cifrázza a sztorit. Akkor hogy lehet az, hogy valaki, Michael Jacksonnál is volt egy ilyen, hogy hallgatási díjat, azt hiszem $1 millió fizetett ugye egy szülő párnak, hogy a gyereket. És ugye itt Cristiano Ronaldo akkor 2009-ben kifizetett $375,000 ennek a nőnek. Nyilván a nő megkereste, hogy Cristiano, te ezt tetted velem. Hogyan tovább? Majd ő azt mondta, hogy vagy fogd be a szád, vagy azt mondja, hogy én ártatlan vagyok, de az imidzsem miatt nekem fontos, ezért itt van 300. Tehát nem tudjuk. Hogy lehet az, hogy erre nincs egy törvény, hogyha valaki áldozat, és a fájdalmát pénzben ki és tudja fejezni, és elfogadja, hogy azt az ügyet ne lehessen még egyszer bíróság elé vinni. Akkornak vége, így van. De hát elfogadta a pénzt. Elfogadta akkor a pénzt. Ezt mondjuk. És 9 évvel később jelentkezett újra. Nem a Real Madrid időszakban, lehet, hanem a Juve pénz, időszakban. Nem? Elfogyott a pénz. Na jó, csak az a baj, hogy így élete végig zsarolhatóvá válik valaki, aki már egyszer fizetett. És az a rossz ebben a fizetési sztoriban, hogy ugye az egyik olvasat az, hogy azért fizetett, hogy elhallgattasson egy valódi áldozatot, a másik pedig az, hogy ő nem tud ebből jól kijönni közszereplőként, és ha ártatlanul zsarolják, akkor is szívesebben fizet, ahogyan te mondtad. Tehát megint csak visszatérve, amit a Geszti mondott, hogy nem tudjuk, hogy mi történt, de rossz történt. Pontosan, rossz történt, sőt a portugál válogatott következő 2 vagy 3 mérkőzésében sem szerepel már. Nem is játszik. Tehát egy fantasztikus focista, futballista karrierjét az egyik legjobb, totálisan tönkre lehet cseszni.
most már ki tudom mondani, mert már nem ott játszik a férek csapatban, úgyhogy most már tulajdonképpen tetszik is, igen. Jó ügyes. Jó ügyes. Zoli, Peti, most ha belegondoltok abba, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 évben voltatok egy olyan mámoros helyzetben, parti, buli, házi semmire buli. Semmire nem emlékszik. Zoli, nem hiszem, Zoli. Nem. Ahol esetleg egy picit tolakodóbbak voltatok. Picit kimegyek, mindjárt jövök. Nem, hogy benne van-e a pakliban, hogy akár így módon 10 év múlva, mert most valamire nem tudom, vittétek azóta, mondjuk azelőtt is vittétek persze sokra, jelentkezik valaki, és ilyen hírbe hoz benneteket. Csak azért, mert ott egy picit tudom, a Bárkótnál közelettél. Ezt most rólad is elmondtad, bárkinél bármikor benne van ez a pakliban, én azt gondolom. Én is azt gondolom, így van. Most azért, hogy 10 év múlva valaki azt mondja, hogy itt van egy megerőszakolt a Kabát Peti, most mit tudok csinálni? Tudom jól, hogy nem csináltam, érted? Tehát... Te tudod jól. Így van, te mit csinálnál? Hogyha ő kérne mondjuk 1 millió forintot, és nem fogja sehova, soha elmondani, pedig nem tetted meg. Nem fizetnék, biztos, hogy nem. Azért nem, mert tudom magamról, hogy én nem csináltam. De hírbe hoz. Viszont addig folyamatosan, igen, foglalkozik veled a sajtó. De én bebizonyítanám, hogy nem. Nem tudom, tehát nem csinálnék ilyet. Ezt tudom, hogy nem csinálnál ilyet, akkor de ártatlanul megvádol egy nő 10 év múlva, és azt mondja, hogy Peti, 1 millió forintért hallgatok. Jó, de mi a garancia, amit most beszélünk, hogy 10 év múlva azt mondja, 2 milliót kérek, mert megint felhozom a témát, akkor mindig fizetek, vagy mi? Uh-huh. Zoli, te fizetnél? Ártatlanul megvádol. Nem, én felhívhatnám a oroszlányi barátaimat, hogy srácok. Takás Gizi, jó? Itt és itt lakik. Kösz. És nekik fizetek, ők elfogadják, el is végzik azt a munkát. Lányok, nektek volt ilyen 10x évvel ezelőtt olyan tolakodó figura, aki már több volt a kellemetlennél, ma magas pozíciót töltve bárhol is, és elvileg megtehetnétek. Elvileg megtehetnénk mit? Hogy kellemetlenek egyetek. Igen. Hogy erőszakoskodott. Tolakodó, vezető pozícióban lévő erejével és hivatalával visszaélő ember volt, de melyik nekem volt ilyen az? Traumáim nincsenek. Ki volt? Hát ismeritek a... Ilyen trauma engem nem ért, de hát rengeteg nőt ismerek, nagyon-nagyon sokat, akit igen. Akivel olyat még... nem ismerek, egyetlen egyet sem, aki ártatlanul vádolt meg férfit. Uh-huh. De ez a sztori, és ezzel nem akarom védeni a Ronaldos sztorit, mert valóban nem tudjuk. És annak, aki gazdag és közszereplő, annak van egy ilyen kiszolgáltatottság az életében, de sokkal több olyat ismerek, akit borzasztóan bántottak, és vagy soha senkinek nem merte elmondani, vagy csak pár embernek, és soha nem kapta meg az igazságát. És beanálod? Ti férfiak, mivel disznók vagytok. Férfiak, disznók vagytok. Kicsit tudod, hogy durvábban közeledtek, vagy mit tudom. De én ezt soha nem vettem fel, én ezt mindig tudtam kezelni. Én mindig annyira kezelem. De ma nem látsz egy olyan figurát, aki valahol egy főszerkesztő, vagy egy politikus, vagy egy nagy vállalkozó, vagy de valami. De vannak ilyen, és voltak olyan kellemetlen szituációk, amikor nem kellett volna úgy viselkedni, de mondom, ez engem egyáltalán nem érdekel, nem senki nem erőszakolt meg senkit, tudtam kezelni a helyzetet, tehát engem ez egyáltalán nem érdekel, hogy ti mivel próbálkoztok, meg mivel nem. De olyan érdekes azért ez a Weinstein sztori, mert egyrészt tényleg simán benne van, hogy egy csomó férfit potenciálisan igazságtalanul bántanak, meg benne van az, hogy aránytalan súlyú az a büntetés, amit az életére mérnek, például vége a karrierjének, de azért a Weinstein sztori nélkül sokkal rosszabb lenne ma a világ, tehát azért kellett, hogy egyszer történjen egy ilyen is. Ugye, Zoli? Igen, fogalom is, miről beszélsz, de így van. Igen. Most én azt mondtam, hogy tök jó, hogy azok a nők, akiket bántanak, azok ezt végre elmondhatják. Akiket bántanak, azok valóban tök jó. Akiket nem bántanak, azok viszont rohadjanak meg, hogyha ezzel jönnek el. Megbeszéltük. Köszönöm. Oké, ebben mindenki érdekel. Kedves drága vendégeim, bemutatom nektek Megyeri Csillát. Megyeri Csillát nem feltétlenül ismeri mindenki, de talán azt láthattátok, azt a videóbejátszást, amit még a debreceni televízió a műsorvezetőként mondott, és ennek kapcsán vált országos hírűvé. Figyeljetek! Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyák társai. Tartanak velük! Mi voltok? Beszélgessünk a szép nőkről, hogy ők miért kreatívabbak és sikeresebbek, mint a rusnyák.
Ez volt a szó szerint? Igen. Azt hittem rosszul hallom. De ez milyen tényleg? Szóval ez egy debreceni televízió, és hát ez országos hírűvé vált ez a történet, azóta a TV2 fel is fedezte a tehetségét, és... és a szépségét is. És a szépségét is alkalmazza, de nem lesz a hír vele kapcsolatban, hanem hogy miután az ő drága vőlegénye egy picit pocakos lett, ezért Megyeri Csillamos bejelentette szintén országosan, hogy ő szex megvonással bünteti őt. Rusnya lett a férje. Ezzel a témával jövünk vissza egy pár perc múlva a reklám után. És folytatjuk a Hashtag Bocskor Bomber a Krisztával, Hargitai Beával, Gangsta Zolival és Tamás Petivel. Ami Beán tényleg állandóan az esküvő, meg minden, ez a Petit ezzel atrocitálja. De lát, neked fogyott a vádlid? A vádlim? Igen, kifejezetten sofa. Ez egy hirtelen témaváltás. A vádlim? Olyan cseszlovák lett. Hát remélem más is fogyott, nem csak a vádlim. Jó, nem, hallottam, megsukták, hogy egy ilyen bőjtben vagy, ugye? Tudtam, hát fog neki tetszeni ez a téma, igen. Igen, én ilyen böjtös vagyok. Most éppen nem eszek már 4 napja, már teljesen. De a böjt az azért, mert látsz magadon plusz grammokat? Ez vagy, nem a fogyás. Vagy inkább ez a sejtregeneráció méretlen. De nem eszek semmit? Sejtregeneráció. Nagyon sok vizet iszok, teát iszok, meg ilyen leveseket eszek. Mi az? Hús, ilyen semmi? Nem, tehát ilyen nagyon szilárdot nem. Én majdnem legyároztam a Beával egy islert. Akkor ugye sziszegő macska van mindig, nem? Hú, gyerekek! Ez jó én téma! Én bár, bármikor lehet ilyenről beszélni, csak ne a Beáról, mert az annyira rossz. A Beá is, a Beánál is. Most a Beánál főleg eléggé vizes a dolog. És ez meddig tart? Mert nézd meg a Zolinak a sej regenerációját, tehát teljesen hát oké. Okay. Ráférne! Nem, te most fogytál, nem? Mit regeneráljak még? Mit szeretnél rajtam regenerálni, te csehszlovák? Nem a szexről akartunk beszélni. Ja, de igazad van, Kriszta. Itt van Megyeri Csilla. Itt van Megyeri Csilla. Na, őt kéne regenerálni, de elég komolyan. Őt az előbb bemutattam. Vagy sejtjeit. De jó fejként. Ja, persze. A lényeg az, ahogy az előbb mondtam, hogy Megyeri Csilla. Nem, csak ma beszéltem vele rádió műsorban. Jó fejnek tűnt? Wow. Igen, pont erről a témáról. A lényeg az, hogy Megyeri Csilla rájött arra, hogy az ő vőlegénye, ahogy ő mondja, kissé pocakot eresztett. Rájött? Igen, és ez... Indián megfigyelő volt az apja. Ezért ő úgy akarja fogyásra ösztökélni, hogy nem szexel vele addig, amíg nem ad le pár kilót. Jó dagi lesz a Manus. De nem dagi de ott van egy medicinlabda már. És ez zavarja a Csillát. Hmm? Zavarja a Csillát. Zavarja a Csillát, de figyelj, igen. De ha... Nem találja a csapját a hordónak. Na jó, nektek volt bármikor egy olyan pont, amikor a partneretekkel egy picit elégedetlenek voltatok? Nekem nem. Én kifejezetten a mackós típusú férfiakat szeretem. Ez nem csak hízás, mit tudom én, esetleg csapzott volt, büdös. És akkor erre most így hoztam mesélyt. De nem. Csak hogy volt-e ilyen, amikor valamikor egy picit úgy gondoltátok, hogy elengedte magát? A partnered? Az! Nem, édesanyám! Csapzott volt, vagy büdös, hogy látod? De mi, ha büdös volt, akkor voltál vele? Hát nem. Anyámmal? Nem. Jaj, gyerekek! Szegény Krisztát meg akarjuk még tartani néhány műsorra, tehát ne riasztjuk el. De tényleg, Adri volt, hogy... Mit tudom, nem. Picit, hogy csapzott volt, vagy büdös? Nem. De hol? De hol? Az majd esküvő után lesz. Mert én már bizony sokszor voltam csapzott és büdös sajnos. És éltek veled szemben szex megvonással ezért? Erre nem emlékszem. Ja, persze! Ez hihetetlen. A csapzott büdösségre kifejezetten emlékszem, a megvonásra nem. Nálad hogy van ez, Kriszta, kedves? Ezt a büdös dolgot sem tudom felidézni, meg ezt a megvonásosdit sem. Elég szegényes élet. Oké. Jó lenne, ha ilyen megvonásosdiban utazni? Nem, a büdi. Nem. De büdi. Néha kell a büdi. Mindenki volt büdös. Péter! De miért nem? De most komolyan. Hogy volt? Most mit tudod? Hát én nem azt mondtam, hogy a büdös.
minőséggel van bajom, hanem hogy nem volt. Most ha nem küldesz egy napot, tudja, hogy mindenki büdös. De épp ez a lényeg, hogy ezzel nem emlékszem arra, hogy ezzel bajom van. Gyerekek, nem csak büdösségről beszélünk. Zoli, neked volt olyan, hogy bármelyik párod szólt volna valamiért? Kövér vagy, büdös vagy, bármi? Nem emlékszem. Nem. Lehet, hogy néha szóltak, hogy te stiftet nem használod? Ilyen már előfordult, hogy van az a izé, tudod, az a golyós, vettem van az neked. A nem akarod, hogy azt? A fújós nem szabad, mert az oxigén elmegy. Freon, izé, freózon. Freon, tudod. A freon elmegy. Freon, francia, a freon elmegy. Ózon. Tök jól összefoglalta, nem a globális felmelegedés. Az oxigén elmegy. Teljesen igazán. Jó, akkor a Peti is értse. Mit szóltok? De egyből értettem, freon elmegy. Mit szóltok ahhoz, hogy egyesek, és ugye főleg a nők, a szexet, mint eszközt használják. Akár undorító! Na, ott a hülye cseszlovák. A hülye cseszlovákot érzed. De miért azt hiszi a Csilla, hogyha ezt most elmondta, akkor a palia le fog fogyni? Hát ebben reménykedik állítom. És láttad a Csillát? Én tudom, milyenre híznék? Dudára. Bea, te tapsoltál a leghevesebben, tehát... Tehát a szexel mi mindent lehet csinálni? El lehet érni dolgokat? Lehet-e... Mindent. Mindent? Mindent. Én használom is, mindenféle célra. Például. Pénzt is keresel? Pénzt is keresel vele? Épp mikor? Hol? Hát, épp mikor? Mire? Csehszlovákiában. Hát, nyilván az aktuális kapcsolatotról beszélünk, tehát te bevetted ezt az eszközt. Én csak ezt vetem be. Na, más eszközöm van? Na de jó, de ez például, hát amikor, amikor egy új gyémánygyűrűt akarsz, vagy bizniszosztályon akarsz repülni, vagy te milyen alkalmakat vetem be? Akkor beveti. Abban a másodpercben, ha szép szó az nem ad. Akkor mit mondasz? De akkor hogy? Fölállsz és már... De mi a koreográfiája? De mit mondasz? Mert a David az nem tudja elidézni, hogy biznisz klasszorút hozzá. 10 éve vagyok házas. Higgyétek el, hogy ez már nem olyan nagy probléma a mi életünkben. Hogyha idegeneknél bevettek? Szólítom, félreérted. Nem arról szó, hogy a Bea elmegy a prágai Lufthansa-hoz egy bizniszosztályt kieszközölni. De hát én erre gondoltam. De, az... Vagy Brunóval. Ugye nem csináltál ilyet? Hát régi szép idő. Cseszke Budajovice. Budajovice. Olyan jó helyek vannak ott. Nem, hát nem, tehát minden viccet félretéve, de hát... Kell egy gyűrűt belőzni időn lébe? Tehát próbáljuk ezt már ezt a sztorit valahogy hát feldolgozni. Hát megtámogatom egy kicsit az akarat erejét. Hát ilyen van. Na de ő tudja akkor, hogy te a gyűrű érülsz az ölében? Vagy mondod közben? Gyűrű, gyűrű. Adri, szokott téged így erotikusan vagy behálózni? Vagy büdös vagyok, vagy mi? Valamilyen figyelj. Erotikusan behálózz, mert büdös vagy. Ja, nem hálózz be, mert büdös vagyok. Nem, nincs ilyen, bocsánat. Tehát, hogy használnál eszközként ezt, hogy valamire rávegyél. És akkor ilyen szex megvonás nálunk? Nem megvonás, éppen mondjuk jutalom. Ja, jutalom. Jutifali. Tehát érted, jutalomból szex megvonás. Tehát nem kell, hogyha ha elég büdös vagy, nem kell. Akkor nem kell megerőszökteted a halál úgysit, nem kell másra. Nem volt. Na jó, ma nem kell oda menni. Adri, mit szólna meg onnan? Adri örülne. Hát ki lenne. Örülne. Nagyon ki lenne. Nagyon ki lenne? Nagyon. Hát észre sem fogom venni, azt ez mondanak. Nem igaz. Tehát 8 éve vannak együtt, ez nem igaz. De egyébként, és a David azt mondaná ezek szerint, hogy megvonja tőled, akkor mondom te még mi ünnepnap? Mondom még egyszer, 10 éve vagyunk együtt. Tehát már nem ér neki a téma, én ezt hallom az ebből a baj, ki. Én nem tudom, milyen következtetést kell ebből levonni, hogy 10 éve nem vagyunk. Nem értem én sem. Hogy szereti a medvéket, de kicsit öreg medve lett a közben, hogy a szlovák. Gombócból is sok. Én olyan kíváncsi vagyok az egy gondolatmenetedre. Tehát nagyon finom, szeretjük a gombócot. Nagyon jó a gombóc, de már tele van vele a tököt. Csak 10 évig azt tenni, azért... Na jó, hát... Ez aztán az őszintesség. Doktor Bocskor, kérem! Hát mert a Krista belekérdezett, tehát igazából... Én elvesztettem a fonalat, volt ilyen gyűrű, én abszolút megvoltam. Csak az a kérdés az, hogyha neki már a gombóc annyira nem kell a Beának, akkor elmegy-e sushi tenni, vagy sem? Nem, én szeretem a gombócot! Csak borzalmasan eleged van belőle! Ne, az egyik kedvenc ételem a gombóc! Igen, de a másik... Szeretem a gombócot, ez egyfajta gombócot de szeretem. Fajta? Nem kell másik gombóc, nem de kell másik nem akarok gombóc? Minden nap gombócot enni. És akkor mi? Értem már. Most már ő, Krista, most már érted, nem? Nem, nem értem.
Nem érted? De milyen gombócot szeret? Mert az egyfajta gombócot. De viszont, viszont szereti a sushit. Rántott sushi. Rántott sushi uborkasalótával. Várjál, a Peti ott tart, hogy milyen ízűt szeret. De milyen ízű? Túrós gombóc. Jézusom! Túró gombóc. Túró gombóc. De most a férjed a gombóc. Úgy van! Bravo! Megvan! Most akkor dikéne a Dávid. Az nem volt meg neked. Hát ez, igen, ez egy metafora volt. A férjem a gombóc. De sok gombóc. Te most azt hitted valami gasztronómiai vita? Én valahol gyerekek, nagyon régen. Én azt hiszem, most a Bea, a Zoli, meg én értettük ezt a sztorit. Igen, én igen. Nem, a Peti az végig aludta. Peti az végig pihent. A Kriszta meg egy gasztronómiai megbeszélésem volt. Ismét fellángolt a szinkron kontra feliratvita. A szinkron kontra feliratvita ugye arról szól, hogy itt most próbálják törvénybe foglalni azt, illetve egy kísérlet van arra, hogy a külföldi sorozatok, filmek eredeti nyelven menjenek. Yes. Felirattal. Nem jó. Azért. Anyukám elveszti az állását. Azért. Előbb is fogunk beszélni. Azért, mert most ugye Magyarországon a nyelvismeret, a nyelvtudók igen, alacsony számban vannak európai összehasonlításban, és hogy ez állítólag nagyon segíti az embereket a nyelvtanulásban. Lásd ugye a finn, a svéd, a holland, stb. Ilyen példák. Magyarán gyakorlatilag az összes filmet, amit most látunk, legyen az Dallas, legyen az sorozat, legyen az NCIS, stb. Eredeti angol nyelven kéne nézni, és felirattal. De akkor nem értenék és a filmet. És összes szinkron színész menjen a... De a felirat magyarul van, ember. De bocs, amíg elolvasom, addig nem látja a filmet. Ha meg a filmet nézni, nem látja a feliratot. Vannak olyan tanfolyamok, ahol megtanítanak gyors olvasni. De nem, de nem akar tanfolyamra járni, hogy olvasom járni, a szöveget, ideje. És közben nem látom a filmet, de az úgy nem ez jó. De nem ez a cél, hogy olvasd a szöveget, hanem hogy egy idő után semmi szükséged ne legyen arra és szövegre, mert az elején, és az elején. Kitalálunk nekik egy új állást. És az elején. Kőműves. Nagyon hamar belejössz. Nagyon hamar. Mit? Úgy így fogsz beszélni angolul 3, 4, 5, 6, egy pár évtized múlva. Igen, azért azt ne felejtsük el, Kriszta, hogy nyilván a gyerekek, akik jóval fogékonyabbak az új nyelvekre, idegen nyelvekre, és hát az agyuk is jóval gyorsabb, ők vélhetően tényleg profitálnak ebből, de mi van például az idősekkel? Aki... Ők is profitálnak. Azok az adatok, amiket az előbb elmondtál Skandináviából. Aki már nem is akar nyelvet megtanulni. Meg fog szegény, kénytelen lesz. Egy 70 éves nagymami elkezd megtanulni. Így megtanul angolul. Tudod, milyen könnyen fog a londoni unokával beszélni biztos, utána? Biztos, hogy nem. A londoni unokája a szöveget magyar. Látja, nem a filmet. Szöveget látja. Hát de komolyan. Hát de ne, szöveget látja. Voltam olyan moziba régen, hogy ilyen feliratos volt. És olvastam a szöveget, és akkor már három kockával arrébb voltak, amire elolvastam. A három kocka, tudod mennyi? Három kocka, tudod mennyi egy mozdulatba? Jó, Zoli, szerintem érted, hogy mit mondom. Én értem, hogy mit mondasz, Péter. Igen. Nem, ez tényleg segít. Ebben igaza van. Ha nincsen szinkron, akkor megtanulunk nyelveket. Ez tény. Ez biztos. Itt a 13. harcos. Nem vagyok benne biztos, hogy minden életkorban ez így van. Tehát a fiataloknál igen, szerintem az időseket nem is érdekli. Miért tanulja meg angolul? És amúgy is megszokta. Megszoktam, hogy a magyar hangja, a mit tudom én kicsoda. Igen. Az anyukám. Te ragaszkodsz bizonyos párosításokhoz? Tehát, nagyon. Nagyon. Borzalmasan zavar, hogyha nem a megszokott magyar hangban. Újítanak, mi az anyám ez? Ez nem is ő. De Woody Allen, Kern, Bud Spencer, Bújtor, Pierce Brosnan, Kautsky, Arman. Jó, de ez lehet, hogy egy pillanatnyi helyzet, tehát esetleg a ti generációtok. Fel van háborodva, de én a jövőt nézem, tehát a gyerekeket azt, hogy nekik meg kell tanulni angolul. Ebben az országban, az iskolában hát nem fogsz megtanulni angolul. Ez így van. Ez nem fogsz. Én is tanultam angolul 10 évig, te semmit nem tudtam, Amerikába. Majdnak kimentem. Ezért kimentél Csehszlovákiába, hogy megtanulj angolul. És középiskolás koromban. Nagyon jó ötlet. Én a középiskolában Amerikába megyek Szerbül tanulni. Ott tanultam meg. Hogy tanultam meg? Úgy, hogy tévét kellett néznem minden nap. És ez volt az órán? Nem az órán, de amúgy az órán is néztünk tévét, de nem az a lényeg, hanem azért jó a kiejtésem, azért tanultam úgy meg angolul. De ki mondta, hogy jó a kiejtésed? Ez fontos. A szinkront, azt szerintem el kell felejteni. Az wow. Ezt mondd meg anyámnak. De mit szólnak? Mert ugye van, a lakosság még nem nagyon nyilvánult meg ezzel kapcsolatban, viszont azonnal a szinkron színészek és a szinkron stúdiók megnyilvánultak, hogy akkor egy iparág megy tönkre. Ez így van. Azért azt ne felejtsük el, hogy a színészet, és ugye amikor nézzük egy amerikai filmet, a színészet ugye miből áll? Mimika, mozdulatok és beszéd. Az eredeti nyelven. És gyakorlatilag, hogyha neked mondjuk Kautsky Armand szinkronizálja Pierce Brosnant, akkor te igazából a színészi képességét Pierce Brosnannek a felét nem tudod.
Nem, kétharmadát tudom. Vagy kétharmadát nem tudom. Kétharmadát tudom. Miért? Mert csak a hangját nem tudom. Na jó, de az nem egyenlő arányú a mimikával, meg a mozdulatokkal. De és azt azért még mondjuk el, hogy amikor szinkronizálsz, az egyáltalán, tehát annyira sok lemarad, nem... tehát angolul teljesen mást mond, az a film az másról szól, uh-huh. mint amikor ha magyarra le van szinkronizálva. Én mondjuk 20 éve nem nézek szinkron filmeket, csak angolul nézem, uh-huh. de amikor ha véletlen látok egy-egy részletet, én tudom, hogy nem ezt mondta. Régen tudom, hogy nem ezt mondta. A filmeket, nem? Hát a VHS kazettán, amit illegálisan vettél azon. Az, ketten szinkronizáltak. Az egész minden, az összes filmet de ketten szinkronizáltak. Az eléggé monopól helyzetben volt az a két színész, nem? Az egy férfi és egy nő, de az a VHS kazetta és az az iparág, amit most a Bocsi említett. Nem, hát a magyar szinkron ugye eléggé hagyományos, tehát tradicionális. Ott sok ember van. A Frédi Béni például igaziban érzi sokkal rabb, már bocsánat. Mert a Romhányi az olyan jókat írt rá magyarul, hogy az sokkal szórakoztatóbb és jobb. Én néztem Frédi Béni terézen nyelven, és értem, képzeld, én is tudok idegen nyelvet. Nem úgy, mint te, de tudok. Csehszlovák nem megy, de az angol például. Angolra megbirkózok, a spanyollal is. És nézem a Frédi Bénit angolul, és sokkal gyengébb, mint az magyar változat. De azért, mert ahhoz így van. Én is például a Kalambót, azt magyarul jobban szeretem, de azért, mert gyerekkoromban Kalambón nőttem föl. Mert és azt szeretem nézni, és igen. Az érzelmek. Igen. De hogyha nem azon nőttem föl, akkor nem érdekel. Ha nem azon nőttél föl, akkor nem jut el hozzád. Jó, csak tart nézed, és akkor meg kell egyébként arra. Nagyon jó gondolkodás. Na jó, és akkor még valamit ne felejtsünk el. Tehát én nem tudom, hogy te például csehül nézel a tévét. Nem, nem nézünk. Hát mi nem nézünk mondjuk tévét. A tévés szakmában dolgozik a férjed egyébként, igen, ugye? Nem nézünk tévét. Jó, oké. De a gyerekem az oroszul néz meséket, meg ilyen zenés énekeket. És a gyerekem 3,5 éves, és oroszul énekel. Azért, de mert valami probléma hallja, vele? Vagy nyilván nem érti, vagy én nem tudom, de ha ezzel foglalkoznám... Jártatok szakembernél már ezzel? Jó, azért azt se felejtsük el, tehát itt most Kriszta azt mondta, persze, mert mindenki az angolra gondol. Hát Magyarországon a televíziózás tele van török sorozatokkal, tehát Fatma Gül, meg Szulejmán... Mondjuk most volna rá igény, hogy törökül tanuljunk. Meg Abdullah. Szönöm. Meg Mustafa. Az lehet arab is, de jó. De jó, erős négyes. Te most sorozatneveket mondasz, vagy török nem, neveket? Én fociztam másfél évet, és akkor így a neveket, így képbe vagyok török neveket. Ja. Na, de tényleg, te másfél évet töltöttél Törökországban. Nyilván csomó török tévé a másfél évet fociztam. Nem, mert kivittem a UPC-t, és vittem a hátamon egyébként. Tényleg, képzeljétek el. Kivittem a nagy antennát, és olyan messze voltam, hogy felrakták hárman, így felszerelték a tetőre, és hogyha beborult, vagy sötét, jött a sötétség, elment mindenki. De ne. Tényleg, ez most nem történhet meg. Ez nem. De, ezt én most ki, nem hallom. De én tudtam nézni a magyar adókat. Ezt most ezt nem mondod ezt most, amit mondasz. Komolyan. Vittem ki egy nagy dobozba. Esküszöm. De most miért? Te vagy a példaképen. Török adókat nem. És akkor nem is tanultál meg törökül? Hát a csúnyákat tudom. A csúnyákat tudod? Hát csúnyákat, mondjál már valamit törökül, valami undorító. De figyelj, ilyen alap dolgokat csak tanultál meg. Akkor figyelj, Peti, csak kíváncsiak, hogy mennyire ragadt rád. Mondjuk, mondd azt, hogy kérek egy dönert hagyma nélkül, joghurttal és egy sört. Elvitelre. Ez könnyű amúgy, nem? Na jó, akkor kérek egy dönert hagyma nélkül, joghurttal és egy sört elvitelre. Törökül, kérek egy dönert. Günajden jaksamla merhaba abi. Tessék üledet. Még egyszer? Persze, hangkor a gücsi. Tehát kérek egy dönert hagyma nélkül. Nem tudom, bocsi. Joghurttal. Jogurt. Ja. Ez tényleg úgy mondja. Mondjuk ez az már az új török. Ez az új, a belzsúlyi visszatelepült török. Ez már az új török. Elvitelre. Mit német? A németül nyomod, figyelsz, törökül a Google fordító szerint ugyan Sogán jogurt webira olmadan döner isti jorum. Olyan, mint egy harci mondat. Sogán jogurt! A jogurt, Sogán jogurt, az jogurt. A jogurt stimmelt, a jogurt. Sogán jogurt! Na figyelj, kis ez egy óriási sztori. Olá Gergő, ugye akár csak minden
híres ember, naponta kap egy csomó levelet mindenféle nehéz sorsú rajongóktól, nagyon sokszor segítséget kérnek, és hát az énekes, azaz Gergő most mégiscsak meglepődött, mert megkereste őt egy nő. És ez a nő 2 millió forintot szeretne kapni tőle, és azzal indokol, hogy hát oké, nem kis összeg, de hogy annak idején, amikor az X-faktorban ő győzött, akkor ő egyetlen szavazattal ő is hozzájárult a mai sikeréhez. Most a rajongó, de el is mondta ez a hölgy, hogy ő az önrészt szeretné összeszedni az a lakáshoz, amit kíván megvenni, és ez 2 millió forint, hogy bele tudjon vágni álmai megvalósításába. Hány most... éves a néni most? Na de várjatok, hogy azért ez nagyon-nagyon sok. Tehát szerintetek ez jogos-e vagy sem? Ő annak idején befektetett, lehet, hogy ha az ő SMS-e nem megy el, akkor Gergőről nem hallunk. Pont az az egy szavazaton múlt. De mondjuk szerintem ez pofa kell, nem? Tehát ez tudja. Kemény. Nézd, ő önzetlen volt. Ő küldött egy SMS-t. Ő önzetlen volt, és most is az. Most is az. SMS küldött Gergőre? A két gurigával önzetlen. A rajongója volt, szívesen senki küldte nem tartott magától. Pisztolyt a fejéhez, hogy küldjön. Ez egy olyan, mint amikor charity. Tehát ez a szabad adakozás. Ő is adakozást kér. Ő adakozást kér. Ha én adakozok, akkor most én nem kérek vissza. Ő nem követel, ő kér. Ő azt gondolja, hogy Gergő néz. Hát de nem fog kapni. Ha én most nem küldöm el azt az SMS-t, akkor te valószínűleg, mit tudom, nem én kérek. Vendéglátozol valahol, és nem tudom, énekelsz egy visszhangos mikrofon mellett. Azt kell mondani, nagyon szépen köszönöm az SMS-t, a viszonthallásra. Nagyon kemény volt, Zoli. Nem, csak hát nincs 2 millió, milyen hülyeségre. Hát de ne. Ha lenne, esküszöm adnék. De hát Gergő nem adott, nem? Nem, nem adott, hát szó se jutott. Hát na most... Akkor ti hogy vagytok ezzel? Mindenki valamiben sikeres. Sport, zene, televíziózás... És te? Gombócok! Csehszlovács gombóc ismered. Kevésben! Nagyon jó vagyok. Ugye a közönségnek köszönhetjük a sikerünket? Egyértelműen. Igen. Miért? Mert ők jönnek el a koncertre, miért? Hát mert nem lennének ott, akkor kicsit kevesen lennénk. Tehát ugye, akkor... Amelyen... És mondtam már olyat, hogy minden eljövőnek adok 2 millió forintot? Nem, sajnos nem ekkora nem bevétel. Mondtam. Nem ekkora bevétel. Sok, 2 forintot, még az is sok. Hát most a foci nézőknek is semmit nem érne, nem? De hát akkor miért van foci Magyarországon? Hát nincs sok, hát de nincsen néző. Azért, hogy olyan meccsen van. De hely van egyébként, tehát lehetne beültetni embereket ide-oda. Van hely, mondjuk egy Fradi Újpesten telt ház volt, most csak mondom. És még egy meccset mondjál, még egyet. Hát ennyit én is értek a fociról. Annyira vártam, hogy mondjon még egyet, de tudok még egyet mondani. Igen, az a másik pályán. Az még kisebb. Egyébként az is érdekes, hogy az emberek miért gondolják azt, hogy azért, mert mi valahol kirakatban vagyunk, iszonyat sok pénzünk van. Mondjuk 2 millió forint, Zoli, neked megterhelő lenne? Micsoda? Annyi pénze van, ami a zsebemben van. Én mindig elszórom. Tehát én nálam nincs félretett pénz. De nem szoktál egy félreteni soha tényleg? De félreteszem, aztán utána előveszem meg. Félreteszem, nem, kelleni fog. Peti? Téged, hogyha mondjuk nagyon megérintene egy rajongó levele, és tényleg leégett a háza, a gyermeke, mindene, 2 millió forint kéne, téged megterhelne? Most jelen pillanatban? Uh-huh. Tudom, hogy kifizetted azt a rohadt repülőjegyet, amikor... De... Figyelj, én úgy voltam ezen, például most van itt egy ilyen dolog, hogy én a kocsimat felajánlottam. Tehát én nem, nekem, hogyha én ezt megtehetem... Kinek ajánlottad fel? Egy ilyen... Akinek leégett a háza? Nem, egy ilyen hátrányos helyzetű gyerekeknek, akik van egy alapítvány. Autózzanak egy jót? Nem, hanem lehetett játszani... Négy kisfiúra fölajánlott egy lehetett játszani a kocsimért, és befizettek 2922 forintot. Értem, és akkor valaki megnyerte, viszont a gyerekek kapták meg az összes pénzt az alapítvány. De most arra gondoltam, ugye én valahol megértem ezt a nőt, hozzáteszem. Tehát én azt gondolom, hogy Gergő valamit adhatna. De mindegy, az az én élet. Hát, hogy valami. De nem a 2 millió. Te most szórakozol? Nem. De nem 2 milliót. Te most bizonyára viszont. Te most szórakozol. De hát, nézd, ezen néni SMS-én múlik az, hogy most minden nap a Gergő folyik a rádióból. Túros múlik az néni SMS-én, az egy SMS. De ez néni ezt nem bizonyítja. Komolyan mondom, már idegesek a nénire. Nem igaz. Jó, hát úgy gondolja, én most nem ellenőriztem le, de hát ő így értelmezi, hogyha az SMS nem küldi hát el, akkor... persze, mindenki úgy értelmezi, hogy neki jó. De hát ez nyilvánvaló. De bocsi, nem akarod elküldeni a 2 milliót a Gergő helyett?
Mert te megértőbbnek tűnsz most itt. Most akkor röhögni fogsz. Tőlem, jó, akkor elmondok egy történetet. Na? Pár hónappal ezelőtt kaptam egy kézzel írott levelet, egy vélhetően idős hölgytől, a kézírásból azt gondolom, hogy és ő leírta azt a történetét, hogy egy nagyon kis községből küldte, néztem, hogy a pecsét és a feladó az tényleg azonos, és leírta azt a sztorit, hogy gyakorlatilag ki fogják náluk kapcsolni a gázt, és a férje betegen fekszik otthon, akkor dödödödödö. És hogy neki 76 ezer forint kell ahhoz, hogy kiegészítse, illetve be tudja fizetni a gázszámláját. És én ezt a levelet elolvastam, és elküldtem neki a pénzt. Ja, de 76 ezer és 2 millió között van egy hajszányi különbség. Nem, nem van, de még senki nem kért 2 millió. Én írok neked holnap egy levelet. És nyilván felmerül a kérdés, hogy vajon miért. Egyébként egy másik egy héttel később, vagy kettővel megköszönte egy levélben is. És de ez megment. Tök jó. Megmentette, hát köszönöm. De ez nem... a szabad döntésed volt, nem pedig egy ilyen félig meddig zsarolás. Ez hogy... nem zsarolás de... volt, kérlek, Gergő. Ez nem, ezt mondom, hogy nem. Ja. Gergő, kérlek, egy SMS-t. De, de nem, az zsarolás, mert kérlek, mert én is tettem valamit. Az érzem, néni azt mondta, hogy az mert nézem mindig a hashtag bocskort, tessék nekem küldeni pénzt. Na Zoli, ilyen hülyeségekkel ne keresd meg. Hát ez nem, de nem ezt mondta a néni. Nem, én is majd de nem zsarolta, ő megindokolta. Akkor zsarolás, hogy Gergő, küldjél 2 millió forintot, ő meg tönkreteszle. A 2 milliót nekem. Ja. De most a 2 millió forint, ez hogy jött neki? Tehát ki talált neki a 2 millió? Neki annyi kellene a lakáshoz, annyi önrészt kell befizetnie, hogy megkapja a hitelt. Nem, most ennyi erővel jutott volna 10 milliót. Mennyit nem gáz kéri? Tehát az már sok három. 2 millió forint. Kettő szerintem az egy lélektani határ. Kettőt írjam. Kettőt írjam, figyelj szerintem Bélám, kettőt írjam. Sírt, hogy öreg néni vagy. Kettőt írjál neki, hallod? Pont jó a kettő. Morel, halljam meg, kettőt írjam. Nálam bejött a 76 ezer, én elköltem. Na, mondom, én már írom is a levelet, ma vagyok? Este fog. Mit? Nem, vagyok? Nem. Nagyon jó indulatú, kapsz is egy levelet volna. Az egyik. Na jó, akkor a Zoli azt mondta, hogy kérnék. De, ugye, gazdag ember, kijut eszünkbe Bill Gates legkézenfekvőbb, ugye? Ha Bill Gatesnek most írnánk egy levelet, hogy kérünk pénzt, ugye mire kell kimenni a dolognak, vagy együttérzést kiváltani, tehát egyfajta sajnálatot, együttérzés, vagy ugye egy racionális érv, mint a nőnél, hogy figyú, én befektettem a karrieredbe, egy picit adjál már vissza. Tehát, mi is befektettünk mindjárt a Bill Gates karrierjébe, bocsi. Na, akkor például ez egy racionális érv. Kedves Bill, írjunk, kedves Bill, megvettem az összes Windows-t a 7-től mostanáig. Ez így van. Mennyit kérjünk? Mennyit szívtam vele? Mi a lélektani határa Bill Gatesnél? Bill Gates, nem tudom, oroszlányokkal meg kell dumáljon. De ne így írjuk, hogy ezért megvettük, hanem azt így, oroszlányi testvéreim, éhezünk, és kéne egy kis pénz. Jó, akkor felejtsük el, ott van Zuckerberg, neki van pulia, ő érző ember, ugye? Van neki egy magyar van pulia, tehát hogy érzem, igazad van. Jó, ott van Zuckerberg. Tehát, kedves Cuki, nekem is van egy pulim, de csak két lába van, de mind a két lába bal oldalon van. Nekem pedig 32 fogam, és mind fölül. És ez a puli mindig feldől. És kéne egy állvány, 25 millió. 100 000 euró. Kéne egy állvány, és egy alsó fokkor. 25 milliót számoltam. Kérlek segít. Cuki, legyél emberséges, Cuki. Azt a 30 milliót küld el rögtön a 40-et. Ötvenre lenne szükség. Na segítsetek, mit vennétek bele, amilyen együttérzős? De várjál, a gyerek mindig jó. Tehát mit tudom, a gyerek és állat, kutya. Gyerek és, gyerek és kutya. Tehát gyerek, a gyerekem 11 éves, kedves Bill, a gyerekem 11 éves, és nem beszél. Hát nyilvánvaló, hogy hazudunk. Hogy akarsz máshogy pénzt szerezni? Hát ők most azt mondják, muszáj, hogy hazudunk. Muszáj hazudni. Én nem haragudj, de valahogy meg kell hatni. Nem. Hát nem. Jó, a csehszlovákot kihagyjuk, felejtsd, de már kevésbé higgulod. Szerintem az megjön, amit írok, hogy kedves Bill, az én kisfiam János, 11 éves, és két lába van egy oldalon. Ne. És? De ez hallod, de ez ahogy most rövünk, ez nem olyan két lába van. És? Két lába van egy oldalon. Abba hagy. Egy oldalon. De most és három füle, az is mind egy oldalon. Nem. És de várjál. De nem írunk le. De leírom. Dehogy nem írunk le, mindent leírunk. Kell a 25. Jó, és mondjuk fél éve nem beszél. De leírta egy cetlire, hogy 250 000 dollárért megszólal. Nem
Milyen 250 ezer dollár? Bocs, bocs. De az jó. 10 millió dollár. De az 75 millió. Akkor Zoli. Nem baj, nem érdekel. Zoli. Megy fölfelé az inflációban. Várjatok. Mivel kap napi 50 ezer ugyanilyen levelet, igen, amit összeraktunk. Ezért meg kell hatni, ezért mondom. Ezért unalmasak vagyunk most. Jöjjél egy jobb sztorival, mert ilyet már kapott. Hát ugye egy oldalon három fű, nem kapott. Jó, akkor Zoli. Zoli, na jó, akkor jövök egy új sztori. Szereted a családodat, köcsög? Akkor váltsuk hangnemet. De ez jó, veszkiszer. Ebben az oroszlányiak már jobban tudnak segíteni. Gyerekek, akkor én... Akkor kedves Bill, kedvel a lányod. Kedves Bill, és akkor legyen meg itt. Van nálam a lányod. Hogyha ilyen van, akkor viszont látni. Mondjuk ez jó. De szájon vágom. Én ezt befejeztem. Ezt a levelet nem írjuk ma meg. Dehogy nem, majd én írom. Ezért többet adnak. Az biztos lehet benne. Köszönöm a vendégeimnek. Van lány? Bomber a Krisztinának. Hargitai Beának. Gangsta Zolinak és Kabát Petinek. Ugye jössz még Krista? Helyek. Nagyon köszönöm mindenkinek. Folytatja Hajdú Peti az egyik legjobb frizzével, ugye ez egy ismétlés. Mi pedig egy hét múlva jövünk újra a hashtag bocskorral. Szép napot, szép estét, viszontlátásra.